színes a világ, nem csak Noémié, remélhetőleg az emberek többségéé is színes. Eme kiállítás kellemes hangulata, a szép, mint érték megjelenése bőven elég ahhoz, hogy örömmel köszöntsek minden érdeklődőt, idelátogatót. Horvátné Gál Erika németkér polgármestere nyitotta meg Stronga Noémi kiállítását a Csengei Dénes Kulturális Központban február 8-án. A németkéri alkotó 3 éve kezdett el festeni, a technikát kezdetben az internetről tanulta. Interneten kezdtem, most Braun Gábor segítségével gyakorlok, úgymond. Neki van egy művész galériája Szekszárdon, és akkor így hozzá szoktam járni, segítségért segít nekem. Van-e cél, ahova eljutnál? Nagyon nincs, mert ugye hobbiként csinálom, tehát munka mellett. Ez egy ilyen kis plusz menedék. Stronga Noémi szerint szüksége van elcsendesedésre, amely munkája a sporttevékenysége mellett kikapcsolja. Noémi táncol is a németkéri német nemzetiségi tánccsoportban, amely a megnyitón is bemutatkozott. Stronga Noéminek korábban volt már kiállítás a lakóhelyén, Németkéren, azóta újabb alkotások születtek. Elsősorban fotókról fest, akrillal, korábban vászonra, most már keretezett farost lemezre. Most már kicsit életűbbek a festményeim, nem tudom, hogy ez hogy sikerült, csak úgy jött. Tehát mostanában az állatokat szeretem inkább festeni, és akkor ezeken így már jobban látszik. Az eseményen Noémi húga, Stronga Bettina olvasta fel a mester Braun Gábor méltató szavait. A reneszánsz mestereket idéző rajzi tökéletesség párosul festményein a kolorista festő csak színekkel kifejezhető életörömével. Portréit anatómiai pontossággal adja vissza részletes arcvonásokkal. Kosztolányi Dezső mostan színes tintákról álmodok című versét Stronga Bettina szavalta el. És akarok még égő pirosat, vérszínűt, mint a mérges alkonyat. És akkor írnék, mindig írnék, kékkel húgomnak, anyámnak arannyal. Aranyimát írnék az én anyámnak. Aranytüzet, aranyszót, mint a hajnal. A kiállítás március 5-ig tekinthető meg a Kulturális Központ nyitvatartási idejében.